viszonylag kis csapaterővel érkeztetek Ajkára, mégis megszorongattátok a lányokat. Milyennek láttad a mai mérkőzést? Igen, sajnos kicsit a létszámunk az eléggé hiányos, de nagyon büszke vagyok a lányokra, mert tényleg sajnos két hete nagyon csúnya mérkőzést játszottunk Győrött, és hasonlóan szűk kerettel voltunk, és aggódtam, hogy hasonló lesz a mérkőzés, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól dolgoztak a lányok, keményen védekeztek, és abszolút a maximumot hoztak ki a mérkőzésből, tehát tényleg csak pozitívumokat tudok róluk mondani. Milyen volt az ellenfél, hiszen veretlenek? Igazából én úgy gondolom, hogy a zalaegerszegi meccsünkön ők sokkal jobban játszottak. Most egy kicsit talán pontatlanabbak voltak, meg az első fél időben nem is nagyon volt a szem hármasok, amivel Zalaegerszegen minket úgy gondolom, hogy megvertek. De hát abszolút, hát elsők a bajnokságban, úgy gondolom, hogy egy jó csapat. Nem ez volt a top mérkőzésük, de hát nyertek, tehát gratulálok nekik, és sok sikert kívánok a továbbiakban is. Három pontos próbálkozás volt bőven, csak nem jött be, nem? Igen, ugye ez volt a különbség az zalaegerszegi meg az itteni mérkőzés között, hogy ott beestek, nem is tudom, valami szürreálisan jó százalékkal dobták Egerszegen, talán 60-70 százalékkal, az ott nagyot segített nekik, hát ez most nem volt meg, és szerencsére így partiban tudtunk lenni. Tehát akkor úgy látod, van jövője az ajkai kosárlabdának? Hát én úgy gondolom, hogy ha így fiatalokat nevelnek és további tehetségekkel tudnak foglalkozni, akkor biztosan az idő és a munka az meghozza az eredményt. A polgármester úr a minap az ünnepségen megemlítette, hogy milyen jó kosárlabda csapata van Ajkának, veretlenek és az NB1-be készülnek. A mai mérkőzés elég szoros volt, veszélybe volt a veretlenség, én úgy láttam. Már van egy vereségünk sajnos a Beactól. Ott különböző technikai okok miatt nem úgy tudtunk kiállni a mérkőzésre, tehát az egy vereségünk van. Ez a mostani, ez szoros meccs volt, de benne vagyunk egy erőléti programban, ami két hete tart, úgyhogy nagyon nem volt meglepő, tehát nem véletlen mozogtak ilyen ollomlábakon a lányok. Ha ebből kijövünk egy jó másfél hét múlva, addigra már rendben leszünk újra, hogy úgymond a bajnokság végjátékát azok ellen, a csapatok ellen, akiknél lényeges, hogy tudunk nyerni, hogy hol fogunk a következő idényben indulni a felsőházba, az alsóházba, ezáltal mi arra gyúrunk most javakért. Nem ez az etemecs volt a lényeges szempont. Zalaegerszeg otthonában sokkal erősebb volt az Ajka, több három pontos sikeredetbe, ezért ott nagyobb különbséggel sikerült nyerni. Itt ma is próbálkoztak a lányok három pontossal, de inkább elszólt labdának mondanám ezeket. Így van. Mondom, a ritmustalanságunk az inkább abból adódik, hogy felkészülési programban vagyunk. Ott voltunk egy jó erőléti állapotban, az a Zalaegerszeg ellen sok labdát tudtunk szerezni, tudtunk lerohanni. Ez most itt nagyon nyögvenyelős volt. Volt egy-két lerohanásunk, de legszívesebb oda sem néztem volna, hogy milyen zicserek voltak abból, hogy nem tudom, minek mondjam ezt. Ezen vagyunk, hogy ezt helyre tegyük. A karácsonyi ünnepek környékén volt egy három hetes programunk, ami nagyon lassú volt, körülményes, nem volt ritmusunk, nem készültünk rendesen, és annak most nyögjük a problémáit. Úgyhogy mondom, egy másfél-két hét múlva szerintem rendben leszünk erőlétileg. Azt láttam, hogy a védekezés viszont rendben volt, nagyon sok lepattanó labdát sikerült szerezni, sőt, még dobás előtt is sikerült elvenni a labdát, bár innen az edzői kispadról hallottam, hogy ne faltolj, ne faltolj. Az nem én voltam, hogy nem emlékszem rá. A második fél időben már jobb volt, igen, a védekezésünk kicsit jobban összeállt, tudtunk lepattanót szerezni, de az első fél időben teljesen szét voltunk, és a támadásban és védekezésben. Úgy gondolom, hogy ha a védekezésünk jó és jó összeálltunk, akkor abból gyors indításokkal megindulva az a mi erősségünk. Nagyon kevesen vagyunk, minőségi játékosaink, egy-kettő minőségi játékosunk van, egy 5-6 kellene, most azon dolgozom, hogy a következő idényben már 5-6 minőségi játékossal megyünk az idénynek, és akkor szeretnénk megnyerni ezt a bajnokságot, hogy A-csapatos NB1-be tudjunk kosárlabdázni. Gyorsasággal most se volt gond, hiszen itt az ellenfél tér felén viszonylag kevés időt töltött a labda, vagy sikerült bedobni, vagy nem, de nem lacafacáztak a lányok, úgy összességében hogyan értékelni ezt a mai mérkőzést? Elkapkodott mérkőzés volt, ritmustalan játékkal, rossz védekezéssel. Ezáltal volt az, hogy a zóna, ugye kettő-hármat zónázott az Zalaegerszeg gyakorlatilag végig, és másik félidőben próbáltuk úgy összerakni, hogy egy kicsit tovább tudjuk azokat a játékot. Három vagy négy figuránk van a zóna ellen. Ebből egyiket sem játszottuk az első félidőben, a másik félidőben a föllépés és blokkadásos játszogattuk. Abból volt is egy-két megoldásunk, de ezt sokkal gördülékenyebben kell játszani az elkövetkezendőkben.